Javában tartanak a kiskörösi evangélikus imaház felújítási munkálatai. A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT által támogatott beruházás összesen 110 millió forintból valósulhat meg. Ebből az összegből nem csak az imaház, hanem a parókia is megújul majd. Két ütemben történik a felújítás. Az első ütem 2021. december 10-ére van tervezve, a második ütem pedig 2022. december 10-ére. Az első ütemben és a második ütemben is beterveztük azt, hogy felújítjuk a templom és a imaháznak és a parókiáknak a fedelét, mégpedig úgy, hogy a munka az elkezdődött 2021. áprilisában, és ennek a tetőnek a felújítása 2021. júliusában történik. Ezután az első ütemben még a napelemek telepítése és a homlokzati nyílások cseréje, ami be van ütemezve 2021. augusztusában, valamint a homlokzati szigetelés szeptember és október között. Az imaház külső tereinek felújítása mellett a belső terek rekonstruálására is nagy hangsúlyt fektetnek a kivitelezők. A legfontosabb változás, hogy az imaház belsejében kialakítunk egy olyan irodát, ami megfelel a mai kornak, hiszen a mostani gondnoki hivatalunk, ahol ugye két személy tartózkodik, az egyik személy a temető kérdésével foglalkozik, a másik személy pedig a pénztár ügyekkel. Ez az objektum nem felel meg a kor követelmények, hiszen kerekes, székes, rokkant nem tud bejönni, a dolgait rendezni, hiszen lépcsőn kell fölmenni. Aztán a másik nagyon fontos, lényeges dolog, hogy szeretnénk egy igazi lelkészi hivatalt kialakítani, hiszen a mostani lelkészi hivatal az az emeleti részen van, hát oda emeleti része idősebb asszonytestvérek, férfi testvérek nem fognak fölmenni. Szeretnénk egy visszaállítani a régi rendet, tehát ott egy segédlelkészi vagy hatodéves lelkészek részére kialakított lakást szeretnénk visszaállítani. Az imaház felújítása nem befolyásolja majd az evangélikus gyülekezet életét, hiszen az istentiszteleteknek, illetve az ünnepi alkalmaknak az evangélikus templom ad otthont a későbbiekben.